van egy nagyon rejtélyes dal, legalábbis ugye mi fejünkben folyamatosan mozog ez a szövegelemző, meg találjuk ki, mit akart mondani a költő című dal. Elvi dal. És következő dal rejtélyes számunkra, mert ahogy mi értelmezzük ezt a dalt, úgy a fiatal lányok nem szerethetik. És mégis a koncertjeinken fiatal, remegő kezű, meg hangú lányok jönnek, hogy ugye azt fogjátok játszani, mert ugye azt ők imádják. Döntsétek el magatok, a Csöndet vagyok című dal. Mondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál a magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetné, csak csönd neked. Ez szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, mely égig ég. Folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolj, láss, hamu vagyok. Belőlem csak jövőt jósolhatom. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál a magadról szép éneket. Kicsérő éneket én nem leszek, mi már is lehetnék, csak csönd neked. Lehet, hogy a tavasztányban 2020-ban kezdtem megérteni a dolgokat. Sokszor 10-20-30 év is kell, hogy egy-egy rejtély leessék. Nehéz olyan előadók dalait, előadásmódját utánozni, mint Tamás, akik annyira sajátosak voltak, annyira megismételhetetlen és utánozhatatlan. Nem is célunk, hogy utánozzuk, mint ahogy szerintem senkinek se nem is lehet. De itt szakmai szempontból, meg előadó művészileg is kockázatos vállalkozás. Azt azért elmondhatom, hogy az elmúlt 10 évben azért kialakult egy hallgatótáborunk így országszerte. Őket két nagy csoportra lehet osztani. Az egyik nagy csoport jön, és azt mondja, hogy általában pozitívak a reakciók, amiket tehát mielőtt valaki azt gondolna, hogy oda fogom kivinni a történetet, hogy az emberek felé gyűlöl minket. Az egyik nagy csoport azt szoktam mondani, hogy annyira szeretem ezeket a vodkos fiúkat, mert pont úgy játszák, mint a Tamás, és ha becsukom a szemem, akkor mint a Cseh Tamást hallanám, és annyira jó. Jön a másik tábor, és azt mondja, annyira jók ezek a vodkos fiúk, mert egészen másképp játszák, mint a Cseh Tamás.
És hogy olyan jó, hogy az is tök jó, hogy azt szeretjük meg, ez is. És ez a két tábor általában egyébként átkarolja egymás vállát így a koncert közben, és utána is utána együtt szoktunk sörözni, borozni. És én azt kívánom a világnak, hogy ez legyen a legnagyobb félreértés, amiben emberek egyet tudnak érteni néhány óra elteltével. A következő dal egy ritkán játszott Cseh Tamás dal, a Fehér Babák Takaródója című lemezen található, és ez egy ilyen zsáner dal, tehát felidéz egy zenei stílust, felidéz egy műfajt, szövegében is felidéz egy korszakot. A második világháborúról szól, amikor a Donkanyarban fagyoskodó katonák mindenféle képeket vetítettek az ő képzeletbeli képernyőjükre, és ezt képest a formában meg is írták, ezt éppen Karádi Katalin. Jégcsapok közt látom égni szát, ég a hó, úgy fekszem rá, mint rád. Mikor találkozunk, posta nincs se csillag a vállakon, én fekszem itt és megy a századon. Második magyar hadseregem, mi a nevem és a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem? Hú, a szél s a völgyön réteken, fekszem és századon megyem. Posta nincs, és én azt kérdezem, mi a neve és a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem? Fú, a szél, s a fagykígyója sziszeg, a posta nem hoz tőle többé már levelet. Áll a trén, s a vállapon jégvirág, ég a hó, úgy fekszem rá, mint rá. Mi a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem? Posta nincs, a csillag a vállapon, én fekszem itt, és megy a századom. Második magyar hadseregem, mi a nevem és a fegyvernem? Mi a fegyvernem? Fú, a szél a völgyön s rétegen, én feköszem itt, és századom megyem. Posta nincs, és én azt kérdezem, mi a neve és a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem? Mi a fegyvernemem? Köszönjük szépen! Két dolog lehetséges, én azt választom, hogy ez ritkában játszott dalok közé tartozik, és örültetek, hogy hallottátok. A másik meg azt hittétek, hogy ez az utolsó dal, és most...
Úgyhogy ez, na, ezt na, köszönjük szépen. Távoli levél Karádi Katalinnak, Fehér babák takarodója című lemez egyébként. Ugyanezt válaszolom, most meg szokták tőlünk kérdezni, hogy van-e CD-nk? És mondom, nincs CD-nk. Cseh Tamás CD-k vannak, Cseh Tamás felvételek, azokat tessék hallgatni. Mi arra vagyunk, hogy ilyen előételként vagy ilyen aperitívként megteremtsük a hangulatot, hogy az ember innen hazamegy, akkor a gyereknek a, mit tudom én, fluortomiát kivágja a cédemet, és belakja a levél nővéreket. Úgyhogy el. A következő dal egy másik zsáner. Mi angol száz ciklusnak hívjuk, nem tudom, hogy ez rendszertanul, hogy mennyire van rendben. Minden esetre egy olyan színészt idéz fel, aki aztán azonosult a mi fejünkben az ő saját szerepeivel. Egy western hős, akit már nem a szerepeinek a nevén nevezünk, hanem csak úgy hívjuk őt, hogy... Lee. Négy napja már, hogy nem ettünk, és Lee Van Cleef csak ennyit szólt. Hey, 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 hey. Ilyen fiú, hogy átmentünk a városon, és lőttek ránk, csak ennyit szólt. Hey, 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 hey. Ilyen fiú, Oregonban, hogy vállon lőtték, bár látott rajta, hogy fél nagyon, csak ennyit szól. Hey, 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 hey. Ilyen fiú. Egy utcasarkon megdögleni, hogy előre küldesz négy másikat. Hey, 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 hey. Charlie, Ombre és Dick. A kerni
jönnél, adásznak rá. Mert kell mi az, ha lehetünk lévaklip. Hey, 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 mondd lé, hol lehet. Hey, 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 mondd lé, hol lehet. Hey, 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 mondd lé, hol lehet. Éjszaka rizkoltunk, mint a beteg kutyák, egy lucskos kellett csak átvacogni hely. Hey, 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 hey. Hét beteg. Hét beteg kutya. Egy utcasarkon átsorogtunk, mikor a karomba markolt, és azt mondta Dick. Hey, nézd! Hey, 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 hey. Nézd! Nézd, ugye, mi az ott? Fényképész lett, az járta róla, csak nevettünk, ha ez szóba jött hely. Hey, 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 hey. Nem lehet Lee! Utána szóltunk, de elsietett. Sosem felejtem azt a csinos szakot. Hey, 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 hey! Ennek vége van! Átadtam holnap, és megöltött Lenny. Harley, Porsche, Harley, Lombre és Dick. Nézd, ahogy a sarkon áll egyedül. Várják, hogy Lee mikor érkezik. Hallod, Dick, ugye Lee lovat dobog. Hey, 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 csak Lee lehet. Hey, 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 csak Lee lehet. Köszönjük szépen, Milankrit! A velünk éneklés mindeddig opció volt, szabadon választott a lehetőség. Egyfajta hobbi, amit úgy gondoltak, követtek, úgy gondoltak. A következő dalban azonban velünk kell énekelni. Ez a dal abból a korszakából származik Tamás és Géza munkásságának, amikor a televízió is jelentős, már a Kádár korszak televíziója, jelentős mennyiségben ömlesztette ránk a kultúrát, és a nagy számok törvénye szerint ebben olyan is került, ami tényleg jó volt. Ilyen volt a Cimbora című műsorsorozat, talán az idősebbek is elkezdtek, nem, az idősebbek is emlékeztetnek rá. És hát ebben a műsorban rendszeresen felbukkant Tamás ilyen fehér népi ingben, szép gitárral és mindenféle dalokat énekelt, amelyek azóta is itt keringenek a fejükben. Nekem például komoly szerepe, abban, hogy én magyar tanár lettem, komoly szerepe volt ezeknek a daloknak. Abban, hogy aztán ott hagytam a pályát, abban egészen másnak volt komoly szerepe, de ezt a részét most hagyjuk. Úgyhogy most egy olyan dal következik, amely a világirodalom egyik legnagyobb költőjéről szól, és lehet velünk énekelni végig, de amikor mutatjuk, akkor kötelező. És hol nem volt Dániában egy király, aki egy szép napon, hogy leplezzett titkát, mely rosszra vinné, bolondok hímelt a borzalom. Bolondok között, így lévén józan, mérgezett kard bart között, s trónjában nyugodt urak beültek, székelvén béke és harc között. Ám e királyfi úgy hala meg, hogy hadának néki részsé helyett, és sem esélye.
szalom, láthatni ma is a színpadon. De kies hazában, mutass nekem egy oly nagy revaszt, mint Shakespeare William. De kies hazában, mutass nekem egy oly nagy revaszt, mint Shakespeare William. Egy sötét éjjel merjen nyakára, helyezte kezét egy mór vezére, s belőle végül a szuszt kinyomta, a látvány nem zavarta vér. Látjátok, micsoda kacskaringók, jellemzik színűk útjait, pacogva sandítunk tükreinkbe, hol a kulcs, hely minden zárt kinyit. Itt állunk úgy, mint a mor vezér, magunk kiposztva bárcsokért. Mi itt állunk, és aztán itt van. Hogy ez miket tud? Ez a... E kies hazában, mutass nekem egy oly nagy revaszt, mint Shakespeare William. E kies hazában, mutass nekem egy oly nagy revaszt, mint Shakespeare William. Valószerűtlen, húpott a háton, valószerűvé tenni kell. Méghozzá úgy, hogy világnak hátát hajlítni kell egy púpig el. És ha egy kigászik gerinc is hajlik, Richardnak hát nagy mintát követ. Megkörbet időben, megkörbet férfi, legelső divat fimig lehet. E viszkető háttal várjuk őt, időt hajlását fel is erőt. Mert Richard virágon nagy vég előtt, két felvonásra divatba jött. E kies bazában, mutass nekem egy oly nagy revaszt, mint Shakespeare William. E kies bazában, mutass nekem egy oly nagy revaszt, mint Shakespeare William. Szilánkjait, Shakespeare úr ragasztja, foltozza itt. Mi itt állunk, és a szánk nyitva van, hogy ez miket tud, ez a... Shakespeare! Ő kies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravasz, mint Shakespeare fia. Ő kies hazában, mutass nekem, és most orosztály népe, ti jöttek. Shakespeare fia. E kies hazában, mutass nekem egy oly nagy revaszt, mint Shakespeare William. E kies hazában, mutass nekem egy oly nagy revaszt, mint Shakespeare William. Megkeresett engem egyszer, nem mondom meg a nevét, és azt mondta, hogy életében ő soha nem mert énekelni. És egyszer eljött egy koncertünkre, és akkor itt közösen kellett énekelni, és egyszer csak kiszakadt belőle a dal, és énekelt. És utána egy évvel később megnyerte az X-Factor 8. szériáját. Na ebből a történetből egyetlen szó nem az. De olyan jó lenne, hogyha lennének ilyen történetek. Nem, egyébként szerintem vannak. Olyan ez, mint egy álom. Neki szegeztem én a kérdést, hogy szeretsz. Neki szegeztem én
a kikötőben. Mikor indultam én Dél-Afrika felé, úgy fél négy felé, mikor a nap forró, indul a hajó nyári délután, kérdezem szeretsz-e. Páza, 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 mit állod el? Tűzesért, sapkáján aranysáv. Nyári délután, indulás előtt. Most ez vagyok én, és a másik az te vagy. Ami történt még itt, az felelés felé. Minden álmomban, százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Te segítesz, ha megnyújtom a lábát. Ébredés után még egy kicsit. Itt maradsz velem, mielőtt elfelejtenélek. Elfelejtelek, majd váratlanul. Egy másik helyen találom magam. Az a fogoly vagyok, számom 302. Aki megszökik üldözőit egy kis utcában lerázza. Csönget egy helyen, s te nyitsz rá ajtót. Jössz nekünk velem, de ezúttal sötét van. Lépteink alatt ropog a kavics. És a kastély felé, ami úgy szintén sötét, csak a másodikon látni lámpát. Amin függ a szemünk, míg az óvatos cipőt. Az utat lesik, úgy megyünk ott. Minden álmomban, százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Nyári délután kérdezem szeretsz-e. Fogoly vagyok, éppen hosszú késben. Csöngetek, s te nyitsz ajtót nekem. Százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Barátaim, a lokál patriotizmusról, valamiért mindig pátriárkát akarok mondani, pedig semmi közöm az ortodox egyházhoz, ki se tudom mondani a nevét. Hát a lokál patriotizmusról ma már beszéltünk, és ehhez az is hozzátartozik, hogy bárhol is, bármilyen jó társaságban, csodás helyen tölti az ember a napját, így a nap végén szeret visszatérni a saját otthonába, és ezt az otthoni Budapestnek hívjuk. Ti oroszlánynak hívjátok, és egyik szebben csengik, mint a másik. A mai este utolsó dala azonban az előbbi címet viseli, de csak azért, mert tudomásunk szerint oroszlány címmel nem született. Cseh Tamás Bereményi ez a dal. Sajnos. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, hogy együtt ünnepelhettük meg a magyar kultúra napját. Legyen ez így még sokáig, és legyen minden nap egy kicsit a magyar kultúra napja.
azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, ha egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van Budapest. Reggelre kell, ahogyan ez itt szokás, középen megy le, ne írt János és Tamás. Házakon rések, azon kiléptek, házak közt jár, azokon jár, indulnak el. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, valahogy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van Budapest. Reggelnek kell, ahogyan ez itt szokás, középen megy le, te írt János és Tamás. Tócsák tükrébe, magukat nézve, dohány szemcsékkel, zabók zsebébe, indulnak el. Kérdésem volna, pálinkát miért nekem áll? Felismert tanár úr, vagy te nem fejlődik már? Éva, tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Téli kabátomra hasznal keresek velük. Mesterének adjunk szép mosolyokat. Nézd homlokomra egy borítékot rárom. Más vagyok, nem az, aki én maga most keres. Más kerti ember, legyen már olyan szíves. A fekete lyuk, meg nem létező égi test. Három év múlva nem vagyok hadköteles. Elismerd, tanár úr, vagy talán elfelejtett már. Kérdésem volna, pálinkát tér nekem. Valamennyien észrevehettétek, hogy a harmadik sorban ül egy fiatalember, aki egész este a tablettjét borítja, és biztos többeknek eszébe jutott, hogy milyen udvariatlan ember, és különös minek jön ide, hogyha olvasni, most nem ezt tettem. Ő az, akinek azt köszönhetjük, hogy ez a zenekar egyáltalán meg tud szólalni mostan az elmúlt években, és a tabletten azt a hangrendszert vezérli, amin a Botkó fiai zenekar megszólal ma este itt a osztályban. Kérem, köszöntsétek szeretettel kiváló hangmérnökünket, Görög Attilát! Nem tudom elég hálával bemutatni zenésztársaimat, akik nélkül mai magyar könnyű zene minden bizonnyal összeomlana. Nem vicce egyetlenül hozzának, majd ha lesz idők, akkor elmondom, hogy miért. Minden esetben a nagybőgőn a gitáron Takács Szabolcs. Hegedűn és mandolinon játszik és énekel Szabó Árpád. Kavalon, basszus klarinéton és melodikán játszik, jobb napjai szaxofonozni is szokott, és énekel is Nemes Janó! Gitározik és énekel, időnként bányászik is Bata István.
azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk. Szerenyi lement 1981-es szavai jutnak eszembe. Sírok, nevettek, meg vagyok hatva, legyetek jó gyerekek. És akkor lehet a fekete dupla lemez, ugye a koncert, biztos van egy. Egyébként tavaly újra izítottam a régi Bakelit lemezjátszómat, pontosabban a búsomért, de megmondtam, hogy nem kapja vissza soha. Ez volt az első lemezem, amit meghallgattam. De ne tereljük el a figyelmünket a lényegről. Szeretném elmondani, hogy az előadó művész ilyenkor kimegy a függöny mögé, és azt mondta, hogy tapsolnak még? Bodrogi Gyula bácsi volt a legaranyosabb, amikor azt mondta egy előadásáról, hogy fantasztikus siker volt, fantasztikus, majdnem tapsoltak. No, hát mi ezt nem játsszuk el, mi egyenes, őszinte emberek vagyunk, mi nem megyünk ki, hogy utána reszketve várjuk, hogy visszajöhetünk-e, mert különben is itt nincs hely itt a hangfalak között. Úgy döntöttünk, hogy azt a dalt, amelyet az este végére tartogattunk, azt így rögtön eljátsszuk. És kérjük, hogy ilyen kerültek velünk. Ez a dal egyébként zenét és szövegét tekintve is hihetetlenül egységes keretbe foglalja a hatalmas magyar nemzetet, hiszen zenében magában hordozza Észak és Kelet Magyarország, valamint Dél és Nyugat Magyarország, ezen kívül a Felvidék, a Délvidék, Erdély, persze a Párciumot és a Bánátot is beleértve, Dél, Dobrudzsa, Borneo és Celebesz, valamint Kaposvár alsó zenét, Londonról nem is beszélem. Szövegében pedig valódi hatalmas igazságtartalmú szociográfiai írás, hiszen minden magyar ember lakott már, lakik jelenleg, vagy ne tévedjetek, fog lakni munkásszálláson. Összekötve eresztettünk a földszintre, és egy Ica nevű nőt így húztunk fel. Elhoztuk Icát a negyedikre, én Meri meg a Bíró Imre, a rendészek így nem láthatták meg. Örvendezett a munkásszállás, megszűnt a nő utáni rohangálás, végre szereztünk egy állandó nőt. Mondta is nekünk a Bíró Imre, hogy bátor nő, mert a negyedikre gyávan nem is merészkedne fel. És igaza volt az Imrének, mert egy hét múlva a rendészek, mikor lebuktunk, megdicsérték Icát. Hoppá! És az is hagyján, hogy szekrényben él. Na de az már mégiscsak megdöbbentő, hogy mászhatott fel egy szegény nő a munkásszállán legtetejére. Na hát erre aztán tényleg mondtuk neki, hogy néhány lepedőt összekötve, leeresztettünk a földszintre,
és szegény itát így húztunk rá. Felhúzt a cicát a negyedikre, a Feri meg a Bíró Imre, és egy szekrényben rejtegettük őt. Elvitték cicát a rendészek, akit az emelet így becézett, te vagy a legelső állandó nő itt. Szomorkodott a munkás szállás, jöhet a nők utáni rohangálás, elment az egyetlen nő, aki állandó. Na de sem a jobbá! Köszönjük szépen a Hosszú Fiai Csatanás dalait játszották!